Na, hát akkor ugye, ugye beszéltük, hogy a mai világban ugye nagyon sok embert érint ez a probléma és ez a kérdés, ami nekünk is ugye itt fölmerült, hogy hogyan kell érteni dolgokat az igéből. Ugye ez a házassági elválás, tehát a házastársaknak, hogy együtt maradjanak-e, vagy ugye elváljanak-e. És ugye, ha megnézzük az igéket, akkor olyan igéket is találunk, amik ugye egy látszólag így ellentmondanak egymásnak. De hát ugye Isten igazsága az nem ellentmondásos, és hogy ebbe jól lenne rendet rakni. Én nem tudom, hogy titeket, vagy ti hogy látjátok, vagy ti úgy értitek ezeket, hogy milyen ezek az igék, amik ugye a elválásról, meg a házasságról szólnak. Hát igen, mert kétfajta véglet van, szélsőséges véglet. Az egyik az, hogy a legelső pitiáner dolognál azonnal kiadhatja az útilaput egyik a másiknak, a másik véglet pedig az, hogy nem, le kell az egész életet szenvedni, akkor is, hogyha alkoholista, ha ütvel, rugdal, ha életveszélyesen fenyeget, nagy késsel, szaladgál utánad, akkor is le kell vele szenvedni az egész életet, mert amit Isten egybeszerkesztett, az ember el ne válaszol, ez a vallásos felfogás az egyik oldalon, ugye. A másik oldalon meg összeházasodnak, megcsalják egymást, vagy egyik csak a másikat, vagy pusztán nem tetszik az újdonsült feleségnek, hogy alá kell magát rendelnie a férje akaratának, és eszébe jut, hogy ő nem erre nevezett be, és akkor azonnal el is válnak. Tehát ez a két szélsőség van, ugye? És a legtöbb embernek a fejében meg sötétség van, ugye? Meg aztán van egy másik véglet, amikor az emberek ürügyet keresnek arra, hogy megunták az asszonyt, vagy az embert, és hogy valamilyen ürügyre hivatkozva lepattintsák, és más találjanak. Ugye van ez is, mint az egyik YouTube csatornán az egyik ember írt hozzászólást valamelyik egyházhoz, hogy hát a feleségem megcsúnyult, és akkor elválhatok-e, mert nem akarom megcsalni, mert a megcsalás az bűn. Szóval ez nyilván ürügykeresés, hogy a bűnös, aberált, gusztustalan, szexuális vágyait kiélhesse valaki másba. Szóval ez is biztos, hogy nem működik Istennél, igaz? Mert meg van parancsolva, hogy ha feleséget vettél, akkor ne keressél ürügyet az elválásra, ugye? Nem tudom, hogy vagy ti nem vettétek észre, hogy, vagy nem is tudom, hogy, mert én nekem mindig úgy tűnt, hogy mintha ellent mondanának egymásnak ezek az igék, ugye, hogy egyrészt, hogy feleséghez köttettél, ne keresel válást, de másrészt meg ugye, hogy jó a férfinak asszonyt nem illetni, meg ilyenek, tehát, hogy találhatunk, hogyha nagyon össze akarjuk ollózni, mondjuk, akkor bele lehet elvileg kötni, persze csak, hogyha így felületesen gondolkodunk. De lehet, hogy csak Hát én vagyok ilyen, de nekem tűnt úgy. látszólag, ha egy-két Látszólag. igét olvasunk egyik oldalon, másik oldalon, akkor látszólag ellentmondás van, és akkor az ilyenkor döntenek az emberek úgy, hogy hát én nem értem, akkor majd saját magam, vagy a bűnös Bizony. emberi felfogásom szerint, majd akkor én eldöntöm. És puf, elválok, mert én nem fogok engedelmeskedni egyetlen férfinek se. A férfi, puf, elválok, mert már az asszony megcsúnyult, és nem hozza a performance-ot, nem hozza azt a szokott teljesítményt, amit szokott. És akkor ilyen-olyan ürüggyel elválok, ugye? Hát igen, azt írta, hogy ennek a Dombóvári gyülekezetnek olvastam az egyik ilyen csetjében, hogy beírta az ember, hogy hát, elhízott a feleségem, de nekem igényem van ezekre a dolgokra, a szexualitásra, és hát de bűn a megcsalás, és akkor most bűne miatt elválni, hogy ne csaljam meg. Hát ez is érdekes hozzáállásnak tűnt nekem. Hát igen, én is ezért
nem igazán értettem, vagy tudtam, hogy kell értelmezni, ugye. Meg most, ahogy ott olvasom az 1 Korintus 7.27-et, meg a 7.28-at, én megmondom őszintén, én ezt nem is értem. Tehát nem, szégyen bevallom. Ugye írja, hogy feleséghez kötettél, ne keress elválást. Megszabadultál feleségettől, ne keress feleséget. És akkor a következőben pedig, hogy de ha veszel is feleséget, nem vétkezel. Tehát ott már van is egy ellenmondás, ugye, mert azt mondja, hogy ne keress feleséget, de ha mégis veszel, akkor sem vétkezel. Tehát tényleg valóban nagyon félre lehet értelmezni. Igen, és akkor... Ja, bocsán. Igen, és mondjuk végig akartam olvasni, de mondja csak, Viki. Én is azt akartam, igen. És ha férjed, és ha férjhez megy is a hajadon, nem vétkezik, de az ilyeneknek háborúságuk lesz a testben, én pedig kedvezmék nektek. Ezt pedig azért mondom, atyám fiai, mert az idő rövidre van szabva ezentúl. Azért, akinek van is feleségük, úgy legyenek, mintha nem volna. Na, én megmondom őszintén, én ezt nem értem. Na, igen, hogy itt akkor... mi a tanács? Igen, és ezért gyűltünk össze, ugye, hogy most akkor ezeket tisztázzuk. Hát nincs itt ellentmondás tulajdonképpen, mert ugye olvashatunk az igében máshol, hogy a Pál apostolnak vannak olyan tanácsai, amiket nem a megváltó parancsolt neki, mivel ő hitelt érdemel, ezért ezt meg is keresem nektek, hogy nem a parancsolótól vette az utasítást, hanem ez az ő tanácsa. Igen, igen, ez nekem is rémlik. Meg hát itt jön közben az is, ugye, hogy hemzseg a hamisítástól, kivannak belőle hagyva a szavak, pontosan ezért, hogy az erkölcstelenség az könnyen bizonyítható legyen, és bárki nyugodtan a saját maga bűnös lelkiismerete szerint úgy dönthessen, ahogy akar. Meg aztán ott van, hogy a legtöbb ember nem is ismeri, mivel valamilyen gyülekezetbe, egyházba, vagy szektába rostokol, és azoknak az agymosásán keresztül olvassa, abból a látószögből, azon a szemüvegen keresztül csőlátással a Bibliát, ezért már nem fogja érteni, hogy Isten hogyan gondolkodik. De viszont, ha valaki ismeri az Isten gondolkodás módját, akkor azonnal a legelső dolog, amit le kell szegezni, hogy az Új Szövetség levelei, meg tulajdonképpen az egész Új Szövetség, kizárólag elsősorban az Istennek, a megváltó Szentléleknek, az apostoloknak és a Biblia és a Bibliának engedelmeskedő emberek csoportjainak, az eklésziának szól. Tehát ez nem olyan embereknek szól, hogy mit tudom én, tegnap összetalálkoztak az utcán, és akkor eldöntötték, hogy együtt fognak élni, és akkor az egyik kezébe veszi a Bibliát, a másik meg él tovább úgy, ahogy van. Tehát nem ilyen kapcsolatban levő embereknek szól az írásnak ez a része. Nem is olyannak, hogy valamilyen egyházban, vagy szektában, vagy gyülekezetben van az ember, és belesújkolták a fejébe. Egyszer már megházasodtál, akkor ha pupos, ha sovány, ha kövér, ha részeges, ha ütverpofoz, ha olyan tanokat tanít neked, amitől elkárhozol, akkor is le kell húznod vele az egész életet, ugye? Tehát ezek a lehetőségek vannak terítéken a Isten igazsága nélkül gondolkodó emberek között, meg az egyházak között. De nem, tehát itt az írás, az kizárólag az engedelmeskedőknek szól. Mivel, hogy azok már gyakorlottak, föl vannak készülve arra, hogy utasítást fognak kapni az apostolokon keresztül, vagy a megváltón keresztül, vagy a Biblia új szövetségen keresztül, és hajlandóak lesznek alávetni magukat, ugye? Tehát itt kizárólag olyanoknak szólnak ezek az utasítások, ahol mind a kettő fél az Isten igazságában él. Aztán szól olyannak, aki kezébe vette a Bibliát, elkezdett az Isten erkölcse szerint élni, de a másik nem, és ebben akadályozza. Ugye? Szóval, és itt merülnek fel a kérdések, akkor hogyan kell ezeket érteni, ugye?
Szóval amikor azt mondja, hogy ha feleséghez köttettél, akkor ne keress elválást. Tehát nyilvánvalóan itt olyanoknak szól, akik mind a ketten az Isten igazságában élnek. Amikor azt mondja, ha pedig elváltál, akkor ne keress új feleséget vagy új férjet. Tehát, de ki van hagyva az a szó, hogy az igazságtalanok közül a paráznaságban, lelki, fizikai paráznaságban, istentelenség, igazságtalanságban élők közül ne válasz magadnak férjet vagy feleséget, ugye? Mert itt is érvényes az az alapelv, hogy vigyázzatok, mert gonosz társaságok jó erkölcsöt megrontanak, ugye? Az lehet a te saját férjed és feleséged, ha erkölcstelenné válik, azzal, ha te nem állsz ellene az őtőle jövő istentelenségnek, bármilyen rejtett formában is jön, akkor nem fogadtál szót ennek a parancsnokságtól, hogy a férjed vagy a feleséged megrontson. Vagy hamis tanokon keresztül, vagy vissza-vissza világba, és a világ bűneire tanít, és elvárja, hogy vegyél benne részt, ugye? Szóval itt különbség van, hogy máshol mondja is, hogy ha elvált tőle az istentelenné vált férje vagy felesége, ugye? Szóval mondja, hogy akit elhagytak, az újból megházasodhat, de Csak az Úrban. Itt 1 Korintus 7:39. Az asszonyt törvény köti, míg férje él, de ha férje meghal, szabadon férjhez mehet, akihez akar, csak hogy az Úrban, utasítást adóban, az igazságban. így van. De itt is, ugye, az asszonyt törvény köti, míg Míg a férje férje él. él. Most le kell itt tisztázni, hogy mi Isten szerint valójában mit ért a férj kifejezés alatt, milyen tartalmat ért alatta, ugye? Mert ugye a világ, mindenkinek tele van az agya a világból, hogy elmennek a házasságkötőbe, a római császár által elfoglalt országnak a házasságkötőjébe elmennek, és kimondják a boldogító igent, és aztán megy az életük ugyanúgy tovább. És ugye annak a nőnek a számára a házasságkötőben aláíró férfi a férje. Aki elmegy dolgozni, aki hazahozza a pénzt, aki megcsinálja a ház körül a dolgokat, megfixálja a házban, lakásban a dolgokat, leül a tévé elé, sörrel a kezében, végignézi este az összes meccset, aztán megint elmegy dolgozni, aztán, hogyha étvágya lesz a feleségére, akkor elrendezik a dolgukat együtt, aztán ilyen ösztönösen állati ösztön szerint megy az egész tovább. De Isten szemében ez nem férj, ez csak egy istentelen emberek között egymással szerződés kötött feleknek az együttléte viszonya ebben az igazságtalan világban. Az Isten szemében ettől így valaki nem férje valakinek, egy asszonynak. Nem tudom, hogy van-e az írás alapján elképzelésetek, jó elképzelésetek arról, hogy mit gondoltok, hogy Isten hogy akarja megértetni, hogy az ő szemében ki az ő szerinte való férj. Én azt gondolnám, hogy az, aki ugye Istentől tanult, és az Isten igazságaiban jár, és arra szeretné megtanítani a feleségét Így is. van, pontosan, csillagos ökös Istentől, nem én tőlem. Tehát ez a definíciója az Isten szerint való férnek. Ugye? És a feleség, akkor ez alapján kell definiálnunk a feleséget is, hogy az Isten szerinti feleség, az pedig miben nyilvánul meg? Pedig aki követi a férje utasításait, és mindenben szót fogad neki, és engedi magát tanítani. Így van. Tehát az Istentől való feleség, ugye mondja is Ádámnál, hogy szerzek, nem jó a férfinek egyedül lenni, szerzek neki hozzáillő segítő társat, ugye? És
Tehát Isten szemében az igazi feleség, aki fölismeri a férfiben az Isten emberét, tudja, látja, hallja, ismeri az életét, hogy az ember küzd a saját maga bűneivel szemben, küzd a kívülről a világba jövő bűnökkel szemben, tanulja az Isten igazságát aktívan, igyekszik abban élni, tehát látszik az életén a nő számára, látható, kézzelfogható, látható, hogy ez az ember az Isten igazságában él, és azt tanulja, és ez a nő tudja azt, hogy ez a férfi nem azért legyeskedik körülötte, hogy ágyba vigye, csak aztán kitegye a trófeát az ágya fölé, a feje fölé, hogy na, ez a nő is megvolt nekem, hanem az a nő tisztában van azzal, hogy az ember a lelki üdvösségemért is képes küzdeni, tanítani fog az Isten igazságára, és segíteni fog abban, tanácsot ad, vagy ha kell, rossz esetben meg is fed, meg is figyelmeztetni fog, hogy el ne hajoljak az Isten igazságát, hogy így segít, hogy ki ne essen az Isten kegyelméből és a bűnei bocsánatából. Tehát egy nő ilyenkor kellene Isten szerint, hogy döntsön, úgy döntsön, hogy összeköti az életét egy férfival, és ennek a nőnek képesnek kell lenni arra, hogy eldöntse, hogy képes vagyok, vagyok annyira megzabolázott természetű az Isten igéje által már, hogy képes vagyok alávetni önmagamat, képes vagyok engedelmeskedni egy ilyen kaliberű férfinek. Mert ha önmagára néz és azt mondja, hogy nem vagyok képes engedelmeskedni, nem vagyok képes szót fogadni és hallgatni a tanácsaira, akkor az a nő az veszélyeztetni fogja annak a férfinek az életét, aki viszont az ő üdvösségébe akar segíteni. És ugyanígy a férfinek is, ha látja, hogy a hölgy, akivel kapcsolatban felmerült a gondolataim, hogy lehet, hogy feleségül venném, ha nem győződik meg hónapok, tehát hosszabb idő eltelt alkalmán, nem győződik meg arról, hogy az a nő vagy asszony az képessé vált elkezdeni az alapvetőbb Isten igazságainak való engedelmességre, és hogyha őtőle tanácsot vagy intést kap, hogy mit ne csináljon és mit csináljon, hogy az üdvösségét megtartsa, ha látja, hogy az a hölgy, vagy az asszony, vagy az a nő erre nem képes, és mégis feleségül fogja venni, akkor tulajdonképpen a saját maga üdvösségét fogja kockáztatni. Mert ennyi erővel bemehetett volna akár az első diszkóba, és ott is fölcsiphetett volna egy nőt, ugye? Meg fordítva is. Az a nő ugyanúgy elmehetne a diszkóba, azt onnét is válogathatta magának bárkit, csak azért, mert jóképű, mert szép autója van, mert látszik a karóráján és a nyakláncán rakva van lóvéva, és ebbe látja az élete problémája megoldását, ezt is hát ugyanúgy megcsinálhatná egy bibliaolvasó nő is, mint a világban, ahogy ez működik, ugye? Szóval Isten szemében az a feleség, aki meggyőződött róla, hogy ez a férfi elsősorban az ő lelki üdvösségében, a kegyelem megszerzésében és a bűnök bocsánatának az elérésében akar neki segíteni, és másodszorban pedig a fizikai életben való nehézségben, mivel azt mondja az írásban, ugye, hogy a nő az gyengébb edény a férfinél, ugye Isten igazsága szerint. Tehát a fizikumánál fogva is, és a képességénél fogva is a nők gyengébb, finomabb teremtmények, és szükségük van egy erősebb félnek a segítségére, ugye? Fordítva is, ugye a férfi nyersebb, szüksége van a nőnek a kedvességére, a gyengétségére, tehát így tudnak egymásra jó hatást gyakorolni, kiegészíteni egymást. Ezért egyik fele a másiknak így egészülnek ki. És mind a kettőnek meg kell győződni arról, hogy Isten igazságában jár, képes-e hallgatni a jó szándékból, Isten megmentői szándékából származó utasításokra, vagy sem, ha nem, akkor el kell vetni ezt a gondolatot. A nő is, ha azt látja, hogy ez a férfi
csak az miatt vonzódik, mert azt a nőt szépnek találja, az alakját, a testrészeit kívánatosnak találja, és az egyedüli dolog, cél, ami vezérli az, hogy ágyba vigye és kielégítse a saját maga aberrált szexuális kívánságait, akkor a nőnek teljesen mindegy, hogy ha úgy tűnik, hogy 100 évre előre menőleg nem lesz férfi, értelmes férfi a láthatáron, és be van rezelve, hogy mi lesz velem, egyedül maradok, és öregasszonyként szenvedni fogok egyedül ebbe az átkozott világba, akkor is neki Istenbe kell hinnie, hogy ha ő nem akar egyedül maradni, mert segítség kell, meg szeretetre vágyik, és főleg erős Istenben gondolkodó férfire, akkor Isten képes, lehet, hogy később, lehet, hogy 2 év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva, Isten akkor is képes előteremteni egy ilyen férfit. De akkor a nőnek hűségesnek kell lenni, és várakozni Istentől egy ilyen férfira, nem pedig az első jöttment szélhámosnak azonnal alávetni magát, és csak azért, mert mosolygott rá, mert meghívta egy fagyira, virágot hordott neki, meg beültette az autójába, meg bármi más ilyet csinál, azonnal a nő bedől ennek a trükknek, és aztán harmadik nap meg már ágyba megy a férfivel. Azt utána megjön a keserű leves. Tehát az ilyen nőket Isten nem tekinti Isten feleségnek vagy feleségnek valónak. De az olyan férfi se, aki csak erre vágyik. Szóval férfiak és nők legyenek észnél, és legyenek nagyon körültekintőek, ne kössék össze, ne kutyálkodjanak össze bárkivel az első jöttmenttel, aki szóba jön, mert nincs más legény a gáton, ugye? Vagy mert, hát ha nincs jó a szamár is elven, ugye? Így válogatják az emberek, a férfiak és a nők egymást, ugye? De Isten nem így gondolkodik. És így nagyon jó, ahogy mondtátok, hogy a férfi definíciója az, arról ismered meg, és főként látod, hogy nem arról tesz folyton bizonyságot, hogy ő neki csak a nemi aktus kell, és a szexualitás, meg agyon fogdozni a nőnek a mellét és a különféle testrészeit, ugye? Mert hogyha már felmerül bele egy nőben, akkor inkább mondja azt, inkább maradjon egyedül, és öregedjen meg, és élje le úgy az életét, de ne adja oda önmaga testét, meg az egész életét, meg az egész értelmét, meg a pszichikai egészségét egy minden szinten romboló férfinek, aki állandóan megalázza, nevetségesé teszi, állandóan megcsalja, már 20-szor megcsalta, megígérte, hogy nem csinál többet, ér, mégis újból megcsinálja, már eltelt 10 év, még mindig megcsinálja, az asszony meg abba van, hogy hát feleségül vettem, és nálunk a családi szokás az, hogy ha egyszer megházasodtál, akkor maradsz annál a férfinél, vagy nőnél. Kész, punktum. De ez csak az egyház, meg a szekták, meg a világnak a programja. És ezért van az, hogy az emberek tönkreteszik egymást, lehúzzák az egész életet, és mindketten idegroncsként mennek a koporsóba, ugye? Igen, pont itt Gyöngyi idézte ugye ezt az igét, ezt a szintén 1 Korintus 7, 12-14, többieknek pedig én mondom, nem az utasításokat adó. Ugye erre példa, amit az előbb mondtunk, hogy mondott Gyöngyi, hogy van ilyen, hogy Pál apostol ugye mond, ezt hangsúlyozza, hogy ezt ő mondja, nem a megváltó szabadító utasítása, hogy testvérnek hitetlen felesége van, és ez vele akar élni, ne bocsássa el azt, és amelyik asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar élni, ne bocsássa el a férjét, mert a hitetlen férj meg van szentelve az ő felesége révén, és a hitetlen asszony meg van szentelve az ő férje révén, mert különben a gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek. És ugye itt rögtön arra gondolnék én, vagy gondoltam eddig mindig, amikor ezt olvastam, hogy a hitetlen férj, meg hitetlen felesége van, hogy például valaki megismerte az Isten igazságát, elfogadta, de házasságban él, és egy olyan házastársa van, férje vagy felesége, akit ez egyáltalán nem érdekel, hidegen hagyja, tehát akkor neki hitetlen férje vagy hitetlen felesége van. De ugye azt beszéltük az előbb, hogy az új szövetség az eklészia tagjainak szól. Tehát akkor
De itt mégis hitetlen férről, meg hitetlen feleségről beszélünk, hogy most akkor itt olyasmi is szóba került köztünk, hogy itt olyasmiről van szó, hogy azoknak szól, akik engedelmeskedtek, igazságban elkezdtek élni házastársként, de az egyikőjük az vagy lelki, vagy fizikai paráznaságba keveredett, tehát hitetlenné vált. És hogy ezeknek, itt ezekről van Igen, szó. amikor erről beszélgettünk, akkor én ezt nem láttam, ezt az előzetesét ennek az Aha. igeversnek, mert így meg viszont megint más kép rajzolódik ki az igazság által. Ugye azt mondja, hogy a többieknek pedig én mondom. Na igen. Szóval ez eddig nem tűnt fel. Miért mondja azt, hogy a többieknek? Azért, mert ugye elsősorban csak igazságban élő, Krisztusnak, a Bibliának, az apostoloknak engedelmeskedő férfiaknak és nőknek beszél a megváltó is, az evangéliumok is, az apostolok is, és az apostolok levelei is, kizárólag olyan férfiakhoz és nőkhöz, gyermekekhez, öreg emberekhez, öregasszonyokhoz, özvegyasszonyokhoz, akik és hajadonokhoz, hajadon nőkhöz, és egyedülálló férfiakhoz, akik Isten igazságában élnek. Azok, akik például már házasságban élnek, vagy élettársi viszonyban, ugye erre mondja Pál apostol azt, hogy a többieknek. Tehát akik nem Isten teljes igazságában élnek, és az egyik, tehát mindketten a világból jönnek, csak az egyik az megtért Istenhez, szót fogad a megváltó parancsainak, a másik az pedig nem. Tehát ezek a többiek. Tehát nem tartoznak szervesen az eklészia népéhez, ugyanis Pál apostol önmagától nem mondhatná azt, hogy mondok nektek valamit, de ezt nem az Isten mondja, csak én mondom. Ő neki nem lehetne az eklésziában joga ilyet mondani. Mert kizárólag Pál apostol, mint a megváltó is, azt mondja, hogy én nem mondok semmit magamtól, hogy amit szólok, azt az én atyámtól tanultam az igéből. Tehát ő magától semmit se, semmilyen ötletet vagy jó tanáccsal nem szolgálhat, kizárólag azt mondhatja, amit megtanult a megváltó a profétáktól és Mózestől, kizárólag azokról beszélhet, igaz? Na most Pál apostol sem tehetne mást, tehát az eklészia engedelmeseinek nem beszélhet úgy, hogy hát ez csak az én tanácsom, nem Isten mondja, nem is a megváltó, nem is a proféták, és sem is Mózes, ezt csak én így mellékesen megjegyzem, ha akarod, elfogadod, ha akarod, nem, ugye? Tehát ez elképzelhetetlen, elfogadhatatlan az Isten gondolkodása szerint. De mivel azt mondja, hogy a többieknek pedig én mondom, szóval a többiekhez nem beszélhet Isten embereként, ugye? Mert azok nem Isten igazságában élnek. Tehát, hogyha olyan párokhoz beszél, akik a világban éltek, a világban kötöttek házasságot, vagy csak összeálltak, élettársi viszonyban vannak, vagy ilyen alkalmi, partneri viszonyban néha találkoznak, néha nem. Ugye ezeknek nem adhat utasítást a Krisztustól, mert ezek soha nem is fognak szót fogadni, ugye? Emberileg szólok, így hozzátok, mert ti nem vagytok az eklészia tagja, mert nem fogadtok szót. Azt mondja, hogy ha valaki, aki a világból való kapcsolatokból az egyik megtér, mondjuk egy nő, és viszont a férje nem akarja ezt az utat, azt az életet választani, ugye? Ezért ő dönthet úgy, hogy mégis vele marad. De meg kell értenie, hogy egy súlyos kockázatot hordoz, mert az a személy az állandóan gáncsolni, elakasztani fogja, akarva, akaratlanul is olyan dolgokba fogja bevonni, ami miatt el fogja veszíteni a kegyelmet és a bűnöknek a bocsánatát. Szóval ezért mondja Pál apostol, hogy ha veled akar maradni, akkor ne küldd el, de Isten viszont azt mondaná, hogy ne, mert ott van a másik igevers, hogy
nincsen köze a világosságnak a sötétséghez, Béliálnak, ugye nem lehet köze az Isten fiai gyülekezetéhez, és ugyanígy az igazságban élőnek nem lehet kapcsolata, semmilyen kapcsolata, talán csak ilyen munkatársi messziről beszélgetünk és integetünk egymásnak, de ez, hogy együtt kávézunk, együtt elmegyünk kirándulni, együtt uszodába járunk, meg mit tudom, együtt tévézünk, meg mozizunk, meg együtt alszunk, ilyet felejtsd el, ugye? Tehát ha valaki olyanba akar élni, akkor értse meg, hogy ő nem tartozik az eklésziához, hanem Isten egy másik kategóriába kezeli. Aztán, hogy a megadott ideig, amíg kegyelem van rajtad, észhez térsz, és el vagy képes szakadni a téged bűnben tartó engedetlen pogány tisztátalan társattól, az már megint csak egy más kérdés. De ha ilyenbe vagy, akkor tudd meg, hogy minden egyes napod, órád veszélyezteted az üdvösségedet, a bűneidnek a bocsánatát. Ezért inkább ne. Inkább akkor vágd el magadat az ilyen emberektől, vagy ilyen férjed van, vagy feleséged, vagy élettársad, vagy alkalmi partnered van, vagy barátnőd, boyfriended. El kell döntened, hogy te üdvözülni akarsz, és még olyan áron is, hogy az a férfi, aki eddig kitartott téged, és eltartott téged, és költött rád, az most meg fog szűnni, és neked egyedül kell fölvenni a kesztyűt, és egyedül kell megoldanod az életed problémáit, anélkül, a pénzes fazon nélkül. El kell döntened, hogy az üdvösség fontos neked, és Istenre bízod magadat, és bízol az ő segítségébe, minél elősebben szót fogadsz, annál inkább támogatni fog, és fog ő neked fakasztani forrásokat, bármilyen módon, ami az ő igazsága szempontjából mindenképpen tiszta, segíteni fog tégedet, még hogyha nagyon-nagyon nehéz is lesz, de egyedülállóként, akár még gyerekkel is, ő neki megvannak a forrásai, a segítsége. Lehet, hogy nem fog csettintésre azonnal történni minden, de ha te neked kell az üdvösség és az ő bocsánata, akkor ő viszont elvárja, hogy legyél hozzá hűséges. És járja az ő akarata szerint, ehhez pedig kell tanulnod az írást, töviről hegyére, követned kell a megváltó példáját. Ő az egész fiatal korát azzal töltötte, hogy a munkája, az otthoni munka, meg a szülőknek való segítség mellett minden szabad idejét nem a tévénézéssel, nem a focival, nem a jégkoronggal, nem az autó versenyzéssel, meg a biciklizéssel, meg a kutyasétáltatásra töltötte, hanem azzal, hogy minél többet megértsen, megjegyezzen az igéből, és adott helyzetekben azt pedig alkalmazza. Ez az Istennek az elvárása. És hogyha ő azt látja, hogy te meghoztad a döntést, elvágod magadtól azt az embert, férfit vagy nőt, a szexpartneredet, vagy az élettársad, vagy az amúgy is válófélben levő férjedet, feleségedet a világból, akit onnan szedtél össze, akkor úgy döntesz, hogy én az Isten útját akarom még akkor is, ha súlyos nehézségeket fog nekem okozni. Mert egyébként arról teszel bizonságot, ugye, hogy kéne az üdvösség is, de kéne az a nő is, aki jól néz ki, a vele való hetyegés. Kéne az a férfi, aki engemet kocsikáztat, meg mit tudom én, a pénzét szórja rám, a gyűrűket veszi meg, a nyakláncot, meg a szép ruhákat. És mi lesz velem, hogyha ezt a pasit elmulasztom, ugye? Akkor te felejtsd el a bűneid bocsánatát, meg az üdvösséget, ha korrupt vagy, és neked a világ is kell, akkor ne álmodozzál a bűneid bocsánatáról, meg a kegyelemről. Akkor maradj a pasiddal, menjél vele kirándulni, szexelni, menjél vele drogozni, részegeskedni, menjél vele autót szerelni, kirándulni, csináld a dolgaidat vele. Akkor kössed hozzá magad, viseld el akkor is, hogyha egy szemét alak, egy köpedék egyébként, és mindig megaláz. Akkor maradj vele, akkor legyél vagy igazságos, vagy legyél tök igazságtalan. Igen, és itt van egy ige, Gyöngyi idézte, hogyha nem baj, elolvasom, ide illik, és ezt akarom, fel akarom hívni a figyelmet, hogy ezt is tisztázzuk, mert ezt is félre lehet érteni.
1 Péter 3.1. Hasonlóképpen ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha némelyek nem engedelmeskednének is az igének, feleségük magaviselete igen nélkül is megnyerje őket, figyelve istenfélő tiszte életeteket. Na most itt bele lehet akár magyarázni, mert nem tudhatjuk, hogy most akkor valaki erre azt mondja, hogy igen, az én férjem engedetlen és istentelen, és tényleg ha vele élek, akkor veszélybe lehet az üdvösségem, de ide van írva, hogy engedelmeskedjek a férjemnek, mert hát ha az én tiszta életem megnyeri őt az igének. Tehát na ez most kinek szól ez az ige pontosan akkor, ez ugye? a kérdés, hogy a kettő közül kinek szól, olyan embereknek, akik az Ekklesia tagjai, Isten szemében az engedelmesség miatt, és látható az életükön, a Isten igazságában élnek, vagy ilyen csellengő, senki háziakhoz, akik egyik pillanatban kezükbe veszik a Bibliát, és eljátszák, elhiszik, elhitetik magukat, hogy nekem üdvösségem van, mert a Bibliát olvasok, mert gyülekezetbe járok, mert hogy tartozok egy csoporthoz, Skype-on beszélgetünk, meg valakinek követem éjjel-nappal a YouTube csatornáját, ugye? De közben meg nyakig bűnbe élek, parázdaságban élek, és különféle istentelenségekbe élek. Tehát melyik kategóriának beszél? És az istentelen férjemmel élek, ugye? Melyik kategóriához beszél? Isten elvárja egy megtért nőtől, egy asszonytól, aki az üdvösségért és a bűnei bocsánatáért küzd, és annál nincs fontosabb neki ebbe az egész rohadt életbe. Elvárja tényleg Isten azt, hogy lehúzza az életét egy köpedékkel, aki állandóan megerőszakolja, kiteszi az utcára, sarokra, hogy pénzt csináljon, megpofozza részegen, amikor meg közösségbe akar lenni másokkal, akik ugyancsak ugyanebbe utaznak és ebbe gondolkodnak, vagy látja Bibliát olvasni, akkor a tűzre dobja a Bibliáját, vagy megtiltja neki, hogy erről csak egy szót is szóljon. Tényleg Isten elvárja azt, hogy egy ilyennek engedelmeskedjen, és vigye neki az ágyába a kaját, meg takarítsa ki a lakását neki állandóan, és amikor az a férfi csak akarja a nőt, hogy hát hanyat dobja magát, és széttegye a lábait, akkor a nő azonnal engedelmeskedni kell neki, mert Isten megparancsolja. Tényleg Isten ezt elvárná, hogy egy ilyen köpedék embernek vesse alá az életét? Vagy itt az Ekklesiához beszél, azon belül is a nagyon szigorú erkölcsben élő, istenfélő asszonyokhoz beszél, akik tudják, hogy a férjük, akikkel összekötötték az életét, nem a házasságkötőteremben aláírták a pápának a kereskedelmi törvényeket szabályozó anyakönyvi kivonatát, mert attól egy házasság soha nem lesz Isten szerinti és szent és tiszta. Nem kell neked a házasságkötőben menni, hogyha te erkölcsösen élsz, és látod, hogy a férjed egy erkölcsös ember, és az üdvösségedért küzd, arra tanít téged, és hogyha hibázol, vagy rakoncátlanságodban, keményakoságodban bűnkövetsz el, és ő már hatodszor mondja neked, hogy hallgass rám, mert el fogsz kárhozni, és akkor megkondul a vészharang a fejedbe, hogy nem akarok elkározni, és meg vagyok róla győződve, hogy az ember tényleg olyat kér tőlem, vagy olyat parancsol, ami az üdvösségemet szolgálja, hogy ellene kárhozzak. Még hogyha nem is tetszik a hang, nem, akkor is alávetem magam, mert tudom, hogy az Isten írott igéje beszél a szájával, ugye? Kettő közül melyiknek mondja ezt Pál apostol? Hogy fogadjanak szót az asszonyok a férfi. Az utóbbinak. Nyilvánvaló, ugye? Uh-huh. Mert a te világi férjed nem azon fog dolgozni, hogy te el ne kárhozzál, hanem azon fog a világi férjed, meg a pasid, meg az élettársad, meg a szexpartnered dolgozni, amikor visszajárogatsz hozzá, Isten parancsa ellenére, hogy akkor is lefeküdjél vele, ha tudod, hogy egyesülsz egy istentelen, igazságtalan férfivel, és ezért el vagy kárhozva. Vagy elmész megmondani neki, hogy kész vége, nem akarok így élni, mert ez bűn, el fogok kározni, és ő mégis azt mondja, utoljára még egyszer gyere, csináljuk, és feküdj level, és levetkőzésbe fekszel mellé. Valóban egy ilyen férfinak akarja Isten, hogy te engedelmeskedjél? Nem gondolom. Ha már végignézte az ő szentje, az egyedüli olyan embernek a kínlódását, gyötrelmét és a kínhalálát, aki makulátlanul az ő parancsolatai szerint élt, akkor igenis elvárja azt, hogy ha ő ezen a nehézségen keresztül ment és az életét dobta fel, érted,
akkor igenis vedd tudomásul, hogy te tartozol az Istennek nagyon keményen, és hogy amikor az Istentől való férjed azt mondja neked, hogy ne csináld ezt, mert elkárhozol, vagy tönkre megy a házasságunk, ne csináld ezt, akkor befogod a szádat, leülsz, és azt mondod, ne haragudj, súlyos bűnt követtem el majdnem a házasságunk ellen, és majdnem elkárhoztam én is, de majdnem elkárhoztattalak tégedet is, majdnem magammal rántottalak, mint ahogy Éva magával rántotta Ádámot, ugye? Szóval ezért kell észnél lenni a nőknek, különösen, mivel hogy olyan nagyon ravaszak a férfiak, az élettársak, a szexpartnerek, a boyfriendek, hogy hiába akarsz te vele maradni, nem fogsz tudni vele maradni, csak úgy, ha elkárhozol. Mert minden egyes alkalommal, amikor neked Bibliát kéne olvasni és kipótolni a hiányosságot, az űrt az agyadban, amit mindenféle kirándulgatással, meg szórakozó helyekre járogatással, meg kocsikázással, meg a ruhaszalonokba töltöttél vele, hogy szép ruhát vegyen neked, a fejedben üres az Isten igéje nélkül, és elköveted a legocsmányabb bűnöket, mert nem ismered az Isten igét, és hiszel, hazudsz magadnak, hiszel abban, hogy üdvösséged van, mert ugyanennek ellenére, hogy bűnös vele más kapcsolatban élek, de a párnám alatt ott az ige, és amikor ez nem látja, akkor én olvasgatom. Ne hazudjál magadnak, hagyd abba a hazudozást, meg az önhitetést, az önállítást, és vagy leszel korrupt, egy szajha, és mész szexelni, meg kirándulni, meg ruházkodni, meg gyűrűt venni, meg autókázni, meg mit tudom én, mész a pasiddal, vagy azt mondod, hogy kivárom, vagy megöregszek, nem érdekel, de én az üdvösséget akarom Istentől, a bűneimnek a bocsánatát, főleg, hogy látom, hogy mi történik a világban, és az az idő, amiről beszél Isten, az itt van a nyakunkon. Nem engedhetek meg magamnak egy ilyen illegális kapcsolatot, nem engedhetem meg magamnak, hogy a pasim, a boyfriendem, a férjem, a világból való férjem olyan gondolkodásmódba tartson az ő iránta érzett érzelmeimen keresztül, ami miatt el fogok kárhozni. Mert Isten nagyon keményen be fogja rajtam vasalni az örökkévaló kárhozatban azt, hogy én hiába valóvá tettem az ő fiának a kínszenvedését, amikor ő makulátlan tisztaságban élt. Megtehette volna, ha arra gondol, hogy ja, ez a csoport ott, az a három asszony, meg az egy férfi, ezekért kell meghalnom. Az egyik az ilyen bűnben van, a másik olyan bűnben van, a harmadik olyan bűn, a negyedik, mindegyik súlyos bűnökben él. Ezért ne vegyek magamnak feleséget, és ne alapítsak családot. Ezért hagyjam ki azt a sok jót a földön, ami Isten szerint élhetnék benne. Dehogy fogom feláldozni magamat ezért. A többiről meg ezeken kívül nem is beszélve, mert ezek itt négyen még ismerik valamennyire az Isten igéjét. De akkor ezeken kívül a gyülekezetekben, meg az egyházakban levő sok ezer és millió ember, ők értük is halljak meg, hiszen ő nekik még kettőt sem mondhatok az igébe, hogy fogadjanak szót, mert hanyatt homlok az ő saját vezetőiknek, hisznek a hazugságaiknak. Akkor, szóval ő föladta az egész életét, föladta azt, hogy le kellett mondani egy jó feleségről, le kellett mondani gyerekekről, le kellett mondani jó családapai, le kellett mondani egy jó vallási vezető szerepről, ugye? Mindenről, amiről itt férfi és nő él a Földön, le kellett mondania azért, hogy te ott a Skype másik oldalán, meg a YouTube másik oldalán, meg a gyülekezetben, aki te ott ülsz, hallgatod a hazudozó tanítóidat, meg aki te még mindig az istentelen nőddel még tervezed a jövőt, meg a pasiddal tervezed a kirándulást. Ezzel mind hiába valóvá teszitek az Isten fiának az értetek való szenvedését, és ha így haltok meg engedetlenségbe, Isten nagyon keményen be fogja rajtatok vasalni, hogy amikor ő rongyosra beszélte a száját, hogy nem csinálhatod meg, nem mész el a nőddel, nem mész el a pasiddal a nyaralójába, és nem fogsz ott hetyegni vele, kefélni, nem fogod ezt meg azt csinálni, nem mész részegeskedni a haverokkal. Mert tartozásod van, nagyon kemény tartozásod van az Isten fia felé, ugyanis ő a saját életét tette le, te érted meg, én értem meg mindannyiunkért. És amikor te újba bűnbe esel, akkor az Istennek azt mondod,
hogy fütyülök arra, hogy azt ott meggyilkolták. Nem érdekel egyáltalán, ő egy hazug, egy hamis próféta volt. Amit én csinálok, az a jó, az az igaz. Ha nekem paráználkodni van kedvem, akkor azt fogom csinálni, mert én vagyok magam istene, és majd én eldöntöm magamnak, hogy milyen jó. Nekem nem mondja meg egy Jesua, Hamasia, a Szent Léleknek nevezett Jézus Krisztus, az Isten küldő, ne mondja meg nekem, azt se tudom, kicsoda honnan jön, hogy én ne menjek a pasimmal, meg a nőmmel, meg hogy elfogadhatom-e, meg hogy kivel hogyan beszélek, meg milyen kapcsolatot, milyen közeli kapcsolatot, meg megfoghatja el mellemet, meg én megcsókolhatom-e a büdös pofáját. Mindennel tartozásod van az Isten felé azért, hogy ő minden egyes retkes bűnödér, a tiéd és az enyémért is végignézte azt, aki viszont abszolút tisztán, szentül, makulátlanul élt. Ezt kéne megérteni minden embernek az agyába, hogy borzasztó nagy tartozásunk van az Isten felé. Mindig, amikor bűnt követünk el, akár az Istentől való feleségünk felé, az Istentől való férjünk felé, akkor minden egyes alkalommal szépen pofám köpjük a megváltót, és azt mondjuk, hogy magasról teszek rá, hogy szerinted mi az igaz. Az én szerintem való igazság az, hogy igenis, ha erőt vesz rajtam a kívánság, akkor visszamegyek a pár éve elvált férjemhez, meg a feleségemhez. Jó volt nekem az az élet, igaz, hogy állandóan részegek voltunk, a gyerekek mindig azt látták, hogy ütjük, verjük egymást. Igaz, hogy a pasim az mindig a nőkkel megcsalt, és a nőket nézegette. Igaz, hogy én állandóan férfiak után koslattam, de nekem az az élet tetszik, nekem nem mondja meg senki. Éljél, akkor így azt mondja Isten, hogy ha igazságtalan vagy, akkor legyél igazságtalan életed végéig. De ne játszogasd el a nagy szentasszonyt, meg a nagy szent férfit, hogy neked kell a világnak a bűnei, mert az édes neked az jó, az neked örömet okoz, ez közben meg, ja Istenem, így szeretlek, úgy szeretlek, kétség, bocsáss meg a bűnömet, én megbánom minden bűnömet, megvallom a Jézus nevében, hogy ez bűn volt, de 2 óra múlva, meg 2 hét múlva, meg 3 év múlva ugyanúgy megcsinál ugyanazt a bűnt. Visszamész fetrengeni azokkal a férfiakkal, meg nőkkel a posványba, akikkel tönkretetted magadat, és akik miatt elkárhoztál. Ezért mondja azt Isten Pál aposton keresztül, vigyázzatok, mert a jó erkölcsöt a rossz gonosz társaságok, gonosz férfiak, gonosz nők meg fogják rontani. És te pedig, ha engedsz neki csak azért, mert nő létedre attól félsz, ó, hát ha nem fekszek le vele most, akkor ez elmegy, keres magának egy másik nőt, és akkor öregen fogok meghalni. Jaj, hát hogyha nem fogom meg ezt a csajt, akkor kimaradtam a világ legnagyobb dolgából, és öreg kappanként fogok megöregedni, várhatom a postást a nyugdíjjal érkezni, hogy kibírja fizetni a villanyszámlámat, amiben majd a centrifugát meg a mosógépet üzemeltetni tudom, mert nincs asszony, aki mosolná, majd nekem kell csinálni. És akkor mi van, ha neked kell csinálni? Az meg ott végigcsinálta, hogy megdöglött, érted, meg én értem, úgy megkínozták, amit te 100 évig se bírsz helyrehozni az életed során. Szóval az egésznek a tétje, hogy ha igazságban akarsz élni, kell az Istennek a megbocsátása, kell az, hogy az ítéletet föltartóztassa, amit nyugodtan te és én is mindannyian abszolút megérdemelnénk, a legsúlyosabban 100-szor annyi büntetés és szenvedés megérdemelnénk, mint az az ember ott az állítólagos kereszten, amit a zsidók meg a rómaiak műveltek vele. 100-szor annyit megérdemelt, mert ő neki a szájából egyetlen hazugság nem jött ki, ő neki egyetlen olyan dolog nem jött ki a szájából, ami miatt valaki elkárhozott volna. A viselkedéséről ne is beszéljünk, makulátlan tisztaságban él, szentségben, odaadóan. Mi pedig egy napot nem bírunk ki anélkül, hogy nem mennénk önkielégíteni, nem mennénk részegeskedni, drogozni, nem mennénk a másikba megforgatni a kést. Egy napot nem bírunk ki bűn nélkül azon gondolkodni, hogy hát milyen jó volt a volt nőmmel, az aztán jól tudta csinálni az ágyban. Jaj, a pasim, de jó is volt vele. Itt meg ott voltunk, milyen jó, emlékezetes volt,
Bármikor arra jársz, akkor mindig eszedbe jut a pasid. Csak tudd, vedd figyelembe azt, hogy minden ilyen alkalommal, amikor te emlékezel a volt nődre, meg a volt pasidra, az istentelen férfidra, meg az istentelen nődről megemlékezel, és azt még ki is beszéled, mintha az valami erkölcsös dolog lenne, akkor szemen köpöd az Istennek a fiát, és azt mondod az Istennek, fütyülök rá, hogy te ezt ide küldted a világba, és ő szentül élt. Az az ő szentül való élete az én szememben az egy szemét, egy garbics, egy erkölcstelenség. Minden egyes bűnünkkel ezt valljuk meg. Úgyhogy hogy nagyon jó lenne, ha egyszer mindenkorra bevésődne az agyunkba, hogy minden egyes bűnünkért olyan verést fogunk kapni, főleg ami most jön, ami kibontakozik a szemünk előtt a világban. Ugye most már Németországban bejelentette, hogy arra kell egész Európába készülni, hogy itt nagy háború lesz. Most be kell mindenkit sorozni katonának, milliárdokat kell költeni a fegyverkezésre, mert itt most a terroristákkal fogunk élethalált harcot vívni, és ebben majd a bankárok segítenek, hogy összeomoljon az egész világgazdaság, és mezitlá fognak az emberek ma sétálni, megint divatba jön a vetkőztetős dolog, hogy amikor 3-4 férfi elkap egy nőt, megerőszakolják, 3-4 sutyó késsel a kezükbe körülvesznek néhány szemét, levetkőztetik őket, Adidas, Puma, Nike cipő levele, mobiltelefon ide, az összes cash ide, ez már most már Magyarországon már működik, hogy az embereket kivetkőztetik az utcán. Ezt a rendőrségi jelentésből hallottam saját fülemmel, hogy bizonyos helyeken figyelmeztetik az embereket, hogy nem menjenek arra, mert kivetkőztetnek. Amikor meg majd ez az egész világgazdasági válság kibontakozik, meg a vírusok, meg a terroristák, a nem létező terroristák szaladgálnak, és majd a katonaság és a rendőrség majd jogot formál, hogy legyilkoljanak bárkit, akit beöltöztetnek terroristának. Ebben az elkeseredett életben maradási folytatott háborúba, harcba, amikor mezitlá fog sétálni, ma jusson eszedbe, hogy hányszor figyelmeztetett Isten, hogy férként maradjak meg Isten beszédében, Isten igazságában, kövessem a megváltómnak a parancsolatait, erre tanítsam a feleségemet és a gyerekeimet, és így tartsam fönn az Isten szerinti rendet a családomban. Aztán amikor majd már az ötödik férfi erőszakol meg mezitláb, meg a gyerekeidet majd viszik szolgaságba, a lányaidat prostituáltnak viszik, és a fiú gyermekeidet meg majd csicskának viszik a gengek, és te ott állsz mezitláb, akkor gondolkodj ez azon, hogy hányszor figyelmeztetett Isten, hogy az Isten szerinti férjednek fogadjál szót. Hányszor figyelmeztetett Isten, hogy egy istentelen, igazságtalan kapcsolatban élsz paráznaként, és jó lenne már végre, nem engednél a te palidnak, meg a pasidnak, meg a boyfriendednek a zsarolásainak, meg jó lenne, ha kivernéd már a fejedből, hogy majd, ha elpatkol az öreg szatyor, akkor majd rám hagyja majd az összes autóját, a kacsalábon forgó palotáját, az összes 10 millió euróját, meg az összes ékszerét, csak erre várok, és ezt várom, hogy kimúljon, hogy egy ilyen istentelen kapcsolatban vagy benne, ennyire korrupt, megátalkodott vagy, akkor majd eszedbe fog jutni, amikor ott állsz mezitláb, és le vagy vetkőztetve, és a szemed előtt viszik a fiadat csicskának, a lányaidat megviszik prostituáltnak, akkor majd eszedbe fog jutni, hogy hát ha hallgattam volna arra a hülyére ott a YouTube-on, aki ízig-vérig arra tanított engemet, hogy ne éljek felemás igába, istentelen, törvénytelen kapcsolatba, parázna férfival, parázna nővel, vagy egész egyszerűen csak a világnak a gazdagsága után futó nővel, és nem hallgattam a sok-sok intésre, Pál apostolnak a szavaira, pedig hányszor olvastam, és most itt van, el kell szenvednem mindezt ebbe a kataklizmába, amit a világ elit rá fog borítani most,
Albert Pike-nak a harmadik világháborús leírása szerint, ha nem látod, hogy ez megy végbe, és ebbe beletörik a bicskád, akkor maradjál örökre vak, és kárhozzál el. Istennek nem kell az ilyen hajladozó nátszálak, hogy hát kell a világból való jó, a könnyed élet, a kiszolgáltság, kell az a pasi, aki engemet tol, és visz engemet ide-oda, meg szép ruha, meg ékszerek, meg hegyek, mutogatja magát az én testemmel, villog 100 éves férfiként, hogy nekem egy ilyen 20 éves, 30 éves, 40 éves fiatal nőm van. Tehát még mindig vagyok olyan jó csávó, hogy még az ilyen fiatalabb nők vonzódnak hozzám, és nem tudnak elszakadni tőlem. És ha azt mondom neki, hogy igenis ezt teszed, azt teszed, lefekszel velem, megeszed, amit megeszek, főzöl nekem, mosol rám, meg minden. Ha nem vagy képes elszakadni, ennyire korrupt vagy, akkor maradjál kárhozzál el. Vagy azt mondod, hogy nekem nagyon súlyos előéletem van, rakva olyan bűnökkel, ami nem sok ember követett el élete során. Szóval ilyen nagy adósságom van Isten felé, mert ugye azt mondja, kérdezi a megváltó, hogy az egyik ennyivel tartozott, 50 talentummal, a másik 100-zal. Amely mind a kettőnek elengedi az adósságát. Szerintetek melyiknek kellene jobban szót fogadni, és engedelmeskedni, és hűségesnek lenni hozzá? Melyiknek kéne jobban szeretni azt az urat, aki elengedte az adósságot? Amelyiknek a legtöbb adóssága volt. Amelyiknek a legtöbb adóssága volt. Vagyis a mai nyelvre lefordítva, kinek kéne sokkal jobban szeretni az Istent, a megváltót, az apostolokat, a próféták beszédeit és a Bibliát? Aki sok bűnben él. Aki sok bűnben élt, és még a mai napig is. Őneki sokkal inkább kötelező érvényű lenne még inkább szót fogadni, és keresni a percet, az órát, a napot, hogy hogyan tudnám bizonyítani, hány évig kell még bizonyítanom, kész vagyok rá bizonyítani, hogy nem fogom ugyanazt a bűnt elkövetni, mert jelen pillanatban, ha most járna le az Isten órájának kegyelem ideje, akkor nagyon cudar büntetésben lenne részem, de ő megkegyelmezett, és ő látni akarja azt, hogy a következő 2 évben, 3 évben, 4, 5 év, 10 évben elkerülöm mindazokat a bűnöket, amiben eddig benne éltem. Ha ezt nem tudod bemutatni, akkor felejtsd el a bűnbocsánatot, meg a kegyelmet, ez nem neked szól. Mert nem vagy képes egy napot kibírni, nem vagy egy évet képes kibírni azok nélkül, a bűnök nélkül, amiben előtte benne éltél. Vagy, mivel már olvastad a Bibliából férjként, hogy mi a kötelességed, hogy az Istentől tanuljál, igyekezzél a leginkább erkölcsbe élni, és erre tanítsd a feleségedet, hogy ketten együtt üdvözüljetek. Feleségként, hogy értsd meg, hogy az a férfi a te üdvösségedért dolgozik, ezért a te Isten szenti férjed, ezért köteles vagy rá hallgatni, mert Isten nagyon sok bűnnél való büntetést engedett el neked. És hogyha erre te nem vagy képes, hogy férjként szót fogadni az Istennek, a megváltónak, az apostolnak és a Bibliának, és te asszonyként nem vagy képes hallgatni a férjedre, és amikor olyan dolgot mond neked, hogy tudod, hogy az üdvösségedért mondja azt, még hogyha rosszul esik, akkor is. Ha te nem vagy képes szót fogadni, akkor nem neked szól se a Biblia, se a kegyelem, se a bűnök bocsánata. Akkor menjél vissza a régi előéletedbe, mert oda való vagy. Akár férj, rossz férj vagy, bűnös, istentelen férfi vagy, vagy akár szótfogadatlan feleség vagy. Hát akkor mindent egybevetve egy asszony, aki az Isten igazságában él, vagy egy férfi, aki az Isten igazságában él, elválhat-e attól az asszonytól, aki nem fogad neki szót, vagy attól a férfitől, aki semmilyen módon az üdvösségét nem szolgálja, sőt, állandó kételyekben tartja, tudja róla, hogy az a férfi még mindig prostituáltak után szaladgál, még mindig más nők után vágyakozik, vagy még meg is teszi, paráználkodik titokban, más nőkkel létesít szexuális kapcsolatot, és csak a fizetést hordja haza, kifizeti a számlákat, és ennyi. Az üdvösségeddel nem törődik,
a fizikai életeddel azért hozzájárul, mert azért elvárja, hogy amikor majd nem jön a várt titkos kapcsolat, titkos szerelem, titkos szex nem jön, akkor legalább te benned bízhat, hogy te majd odaadod magad neki. De hogyha elvetemült, erkőstelen, korrupt személy vagy, akkor add oda továbbra is magadat egy olyan férfinek, aki erkölcsileg semmit se segít neked, a kegyelem megnyerés ügyében semmit nem segít neked, az üdvösséget tekintetében semmit nem segít neked, kifizeti a számláidat, ellát tégedet, ennyi, aztán amikor nincs más, akkor elvárja, hogy te viszont oda feküdj mellé, és odafordítsd a nemi szervedet. Eltűrjed az ő mocskosságát. Szóval ez Isten szerint nem járható út, mert amikor te egy tisztátalan, bűnös, parázna nővel vagy férfivel egyesülsz, szexuálisan egy testé váltál vele, ami azt jelenti, hogy te kizártad magad, a kegyelmet nyert és bűnbocsánatot nyerteknek a köréből kizártad magad. Mert ott van az a parancsolat, és már tudod, és olvastad, és hallottad, mindegy, hogy nem emlékszel rá, a látásodon keresztül bekerült az agyadban, neked az lenne a feladatod, hogy újra-újra olvasod azért, hogy el ne felejtsen, hogy neked Biblia olvasó férfiként és nőként semmilyen kapcsolatod nem lehet olyan nővel vagy férfivel, aki nem az Isten igazságában él. Az más, hogy a munkahelyen ott vagy, és azt mondja neked a munkatársad férfiként, hogy légy szíves, takarítsd ezt itt föl, söpörd össze, vagy most fel, vagy légy szíves, ellenőrizd le ezt és azt, vagy légy szíves, keresd meg a számítógépen ezt, vagy nyomtasd ki azt, mivel a felettesed, vagy a munkatársad meg kell tenned, de ez nem azt jelenti, hogy csókolóznod kell vele a WC-be, vagy text message-eket küldözgetni egymásnak a telefonon, egymás meztelen testéről, vagy leírogatni egymásnak, hogy ki mit csinálna a másikkal, ugye? Nem azt jelenti, hogy ha te nő vagy, egy férfi van a munkahelyeden, vagy a boltban, vagy bárhol másutt, hogy neked azonnal le kell vele feküdnöd. Ugyanúgy férfiként, csak azért, mert vannak nők, asszonyok a munkahelyeden, és nem tudod elkerülni a kontaktust velük, az nem jelenti azt, hogy meg kell kefélned. Nem jelenti azt, hogy ágyba kell őt csalnod, virágot kell neki hoznod, elvinni a moziba, a mozi után pedig megfektetni a nyaralóba. Ez nem jelenti azt, hogy neked ezt meg kell csinálni, megteheted. Ha Izrael történetét nézzük, az emberiség történetét, és látjuk azt, hogy Ábrahám, Jákob, Izsák, az ősatyák szót fogadtak Istennek, az ő parancsolatában jártak, ugye? Ezért magához vette az emberiségnek ezt a részét, az engedelmeskedőket, és ráakasztotta azt az allegorikus, szép, szimbolikus nevet, hogy Isten felesége az Eklészia. Aztán, amikor Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak és a többi hit hősének, Isten igazságában járóknak az utódai elvetemült gonosztevőké, gyerekerőszakoló paráznákká váltak, akkor mit csinált Isten ezzel a feleséggel? Elbocsátott. Elbocsátotta őket. Az Új Szövetségben ott van, hogyha tetten éred a férjed vagy a feleséged, és számos alkalommal figyelmeztetted, hogy ne csinálja azt, amit csinál, veszélyezteti a te mentális egészségedet, a testi egészségedet, tehát tulajdonképpen az üdvösségedet veszélyezteti, akár a beszédével, akár a viselkedésével, cselekedeteivel, akkor neked el kell szakítanod magadat, hogy te magad el ne kárhozzál. És ebben van szabadságod, hogy választod, hogy tovább együtt maradsz egy olyannal, aki mérgező az üdvösségedre nézve, megmérgezi az elmédet, az akaratodat, fizikailag leépülsz a stressztől, az idegeskedéstől, a féltékenységtől, mert állandóan az jár a fejedbe,
hogy kitette a lábát, elment, már eltelt 3 óra, vajon hol van ez az asszony, már megint kivel, hol? Vagy a feleségként állandóan azon örlődsz, hogy éppen most kivel van, kinél van, melyik nővel csal meg az ismertek közül, hogy hol jár most, milyen ürüggyel ment el péntek este, és majd szombat este megjön, vagy szombat hajnalba, ugye, kiszívott nyakkal, meg parfümszaggal. Hát ha ezt okozza a te nőd, meg a te pasid, és te nem tartod az üdvösséget fontosabbnak, akkor maradjál korrupt, akkor maradjál azon a szinten, és ne panaszkodjál senkinek, hogy a feleséged nem fogad szót, a feleséged csal tégedet, a feleséged ilyen és olyan. Ne panaszkodjál senkinek, hogy a te férjed csal téged, a te férjed ilyen és olyan és amolyan, a te férjed a nőket nézegeti, a te férjed titokban, telefonon nőkkel diskurál, aztán lelép, és akkor pár óra múlva meg visszajön. Akkor ne panaszkodjál senkinek. Ha ezt választod, akkor maradj vele, akkor maradj korrupt, fogadj el tőle mindent, add oda magadat a testedet, váljál egyé vele, főleg azok után, hogy tudod, hogy egy másik nővel feküdt le, egy másik nőben mártogatta a nemi szervét. Akkor maradjál azzal a férfivel, egyesülj vele, és kárhozzál együtt azzal a férfivel. Ha ilyen a nőd, a csajod, a girlfriended, és te többre tartod ennek a világnak azt, hogy neked legyen egy ilyen nőd, és akkor tartsd azt fontos, hogy maradj vele, egyesülj vele, legyél vele egy testé, mert hogyha ő parázna, és te vele egyesülsz, akkor te magad is parázna lettél. Áthozta rád a fertőzést, a tisztátalanság és a paráznaságnak a bűnét. Megszeplősített. Ezért mondja az igében azt az apostol, hogy minden tekintetben tisztességes a házasság és a szeplőtelen házaságy. Szóval ebből nem kell túl sokat magyarázni, hogy Isten mire gondol, hogy szeplőtelen házasság. Vagy ugye, amikor Jákobnak a lányát ugye, megerőszakolta a királynak a fia, Dinát. Mit mond az írás, a testvérek mit mondtak az apjuknak? Hogy prostituált, ami lány testvérünk, hogy következmény nélkül a királynak a fia megszeplősíthette a mi lány testvérünket? Tehát mit jelent akkor az, hogy megszeplősítve lenni? Egy nő odaadja magát egy olyan férfinek, aki előtte és utána más nőkkel szexel. Ha te nő létedre nincs annyi tartásod és eszed, egy olyan férfivel ápolsz kapcsolat, aki tudod, hogy eljár előtted, meg utánad más nőkkel kefél, és utána mindazt áthordja rád, ez a fizikai megszeplősítés, vagy az, hogy egy szűznőt megerőszakol valaki. Fizikailag meg az, amikor tudod, hogy milyen bűnben van az a férfi, akivel együtt élsz, de hát jó az ékszer, jó a kocsi, jó a nyaraló, jó a minden ettől a férfitől, hát igaz, hogy hülyeségekben hisz, meg nem, főleg Istenben nem hisz, hát ezért nem fogom én traktálni az Isten igéjével, és hogyha azt mondja nekem, hogy most szexelnem kell vele, akkor szexelni fogok vele. Szóval ez jelenti a fizikai és a lelki megszeplősítés, most csak így kitérőleg. Ezeket azért kell elmondani, mert olyan sok nő van, olyan sok sötét nő van, hogy évek óta olvassák a Bibliát, de nem esik le neki még mindig, hogy még mindig kézenfogva járkál az erdőbe ugyanazzal a férfivel, aki már 20-szor megcsalta, meg már 20-szor elszakadt tőle, és visszament mégis hozzá. Meg rengeteg olyan sötét férfi van, akik olvassák a Bibliát, és még nem jöttek rá, hogy az, akivel együtt él, meg akivel élettársi viszonyban él, az neki őnek ki a halálos ellensége, mert minden olyan alkalommal, amikor ő neki Bibliát kéne olvasni, ez meg kiszekálja a lelket belőle, hogy igen, megyünk étterembe, megyünk moziba, megyünk kirándulni, megyünk ide kocsikázni, akkor tulajdonképpen meggyilkol téged, mert te az üdvösség tanulása helyett te a hetyegésre adtad az agyadat, meg a pénzedet, meg az idődet.